20 ezerhez közelít a földrengés halottainak a száma, mentenek a magyarok is, fáradtak, de kitartanak. Újabb migráns lövöldözés volt Szabadkán, 20 bevándorló csapott össze, ketten megsebesültek. A migráció és Ukrajna is téma az uniós csúcson. Orbán Viktor azt mondta, a magyar érdek a mielőbbi tartós béke. És távoznak a miniszterek és az állami vezetők az egyetemi kuratóriumokból. A cél a megállapodás Brüsszellel az uniós pénzekről. Ez a Híradó fél nyolckor az M1-en, Kontra György vagyok, jó estét kívánok! Újabb emberek életét mentették meg a magyar csapatok Törökországban és Szíriában a hétfői földrengés katasztrófa után. A magyarok napok óta megállás nélkül dolgoznak a helyszínen, egyre kevesebb ugyanis az esély arra, hogy a hétfő hajnali földrengés után túlélőket találjanak a romok alatt. Törökországban jelenleg 8 magyar kutatómentőegység dolgozik, több mint 150 fővel és 26 keresőkutyával. Így néz ki jelenleg a dél-törökországi Antalkia városa. A levegőből talán még drámaibb a látvány, mint a földről. Ezeket a felvételeket az M1 stábja, Lantos Csaba és operatőr kollégája Jánosi Gergő készítette. A képeken egy 20 emeletes vasbeton szerkezetes épület látható, ami a földrengés következtében lényegében az oldalára borult. Ez a fiatal török lány minden családtagját elveszítette a szerencsétlenségben. Egyedül a kis cicája élte túl a földrengést. A négy lábút az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság mentőegysége, a Hunor mentő csapat emelte ki a romok alól. A magyar szakemberek most már napok óta ezen a területen dolgoznak. A magyar egység tagjai éjjel-nappal túlélők után kutatnak. Szerda éjjel is órákon keresztül ástak a romok között, amikor életjelet találtak a törmelékek alatt. A megható jelenet az M1 kamerája előtt történt. A mögöttem látható férfiak kapával és ásóval próbálnak másfél méternyi törmeléket elhordani, mert az egyik jelentés szerint talán van ott valaki, és talán életben lehet. Egy fiatal nőt találtak a romok alatt, akit a helyi önkéntesekkel közösen élve sikerült a felszínre hozniuk. Megsérült, ezért hordágyra tették, majd átadták az orvosoknak. A Hunor mentő csapat mellé szerdán csatlakozott a terrorelhárítási központ speciális egysége is. A csapat összesen már 17 túlélőt, köztük 3 gyermeket emelt ki élve a romok alól Törökországban. A tech szakemberei többek között alpin technikai műveleteket látnak el, de ők mentették meg a romok alól kimentett fiatal nő életét is. Az egyik ilyen speciális képessége a technek a speciális mentésen belül az az egészségügyi képesség. 6 orvost és 3 mentőápolót hoztunk magunkkal, akik a nap 24 órájában dolgoznak, folyamatosan látják el a sérülteket. Ahhoz képest, hogy tegnap érkeztünk meg, már 11 komoly ápoláson vagyunk túl, az elmúlt éjszaka egy életveszélyes sérültet is sikerült ellátnunk. Antalkiában dolgozik a baptista szeretett szolgálat mentő csapata is. Ezen a felvételen egy szűk járaton keresztül próbálnak eljutni 2 túlélőhöz. A törmelékeket óvatosan távolítják el, nehogy még jobban beomoljon az épület. A szeretett szolgálat összesen 19 fővel és 5 kutyával 0-24 órában végzi a keresést, csak nem 2000 házat kell átnézniük. Fáradtak vagyunk, de ugyanakkor nagyon büszkék, hiszen azért sikerült 7 élő embert kimenekíteni a romok közül, tehát nem csak megtaláltuk őket, hanem ki is lettek emelve. Ez nagyon nagy energiát ad mindenkinek, akármennyire fáradtak vagyunk. Nem csak Törökországba, hanem a szintén földrengés sújtotta Szíriába is megérkezett a magyar segítség. Ott a katasztrófában megsérült embereken segítenek a magyar máltai szeretett szolgálat munkatársai. Latakia városában és Aleppóban is egy mobil klinikát és segítőpontot állítottak. Egy másik mozgó orvosi rendelőt is létesítenek a súlyos károkat szenvedett térségben a kormány 50 millió forintos támogatásával. Most itt a Málta mobil orvosi rendelője tartós élelmiszert és higiénés eszközöket oszt, de ami legfontosabb, hogy azonnali általános orvosi ellátást nyújt az azt igénybevevőknek, gyógyszert, kötszert oszt.
Kedden éjszaka a törökországi Mardin városába érkezett a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csapata. A hétfős csapat munkáját három kereső kutya is segíti a helyszínen. Csütörtökig már négy sikeres kutatási folyamatban vettek részt, és azóta is folyamatosan végzik a mentőszolgálatot. Emellett a reformátusok már 4 tonnányi adományt juttattak el a földrengés hújtotta régióba, csak nem 15 millió forint értékben. Törökországban jelenleg 8 magyar kutatómentőegység dolgozik, több mint 150 fővel és 26 kereső kutyával. A magyar szakemberek csütörtökig 27 túlélőt találtak meg, és emeltek ki a romok alól. Az M1 riportere, Lantos Csaba és operatőre Jánosi Gergely a mai napot is ott töltötte, ahol a hunormentőszolgálat és a TEK szakemberei dolgoznak. Kapcsolunk is Lantos Csabáékhoz. Jó estét kívánok, Csaba, a mai nap hogyan zajlott? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. A mai nap a Hunor mentőszolgálat tagja és a TEK emberei közösen egész nap feltárásokat, felméréseket végeztek, liftaknákat szabadítottak fel, ami után különböző mérőeszközökkel, jellemzően hőkamerával, testkamerával bementek ezekbe a járatokba és feltérképezték ezeket. Ahol hőjelet találtak, tehát életre utaló jelet, ott elkezdték a feltárást, és elkezdtek dolgozni azon, hogy az esetleges életben lévő túlélőket kihozzák. Ma ezeken a helyeken összesen 3-4 helyszínen dolgoztak, folyamatosan felváltva ezeket a liftaknákat szabadították és ásták ki. Hogyan fogadják egyébként a törökök a magyarokat a katasztrófa helyszínén? Nagyon-nagyon örülnek a magyar jelenlétnek. Az a tény, hogy a Magyarország elsők között küldött segítséget a bajba jutott Törökországnak, nagyon sokat jelent az itt élőknek. Akármikor elmondjuk, hogy Magyarországról jöttünk, az első szó, amit kapunk, az, hogy köszönjük. Megköszönik a magyaroknak, hogy itt vannak, hogy segítenek a bajban, és hogy ilyen gyorsan reagált a Magyarország, és ilyen nagy számban küldött mentő alakulatokat. És egy személyes megjegyzést megkértek a Hunor, illetve a TEK tagjai, hogy annyit mondjunk el, hogy a fiúk jól vannak. Nagyon szépen köszönjük ezt is, és a bejelentkezést is. Csaba, vigyázzatok magatokra! Már megközelítette a 20 000-et a földrengés áldozatainak száma a két érintett országban. Recep Tayyip Erdoğan török elnök nemrég friss adatokat közölt. Azt mondta, hogy a török oldalon 16 500-nél is több halottja lehet a katasztrófának, láthatják a pontos számokat. Szíriában pedig átlépte a 3 000-et az áldozatok száma. Törökországban 65 000 sérültről tudnak, Szíriában pedig 5 000 sérültről a hatóságok. De a számok persze óráról órára változnak. Több mint 3 nappal a katasztrófa után egyre kisebb az esély arra, hogy a mentőcsapatok túlélőket találnak. Közben tömegek éjszakáznak a szabad ég alatt, így fokozottan ki vannak téve a fagyási sérüléseknek. A WHO arra figyelmeztet, hogy a túlélők sincsenek biztonságban. Tömegsírba temetik a halottakat Pazardzsikban. Koporsóra, fejfára, nincs sem idő, sem pénz. A faluban most mindenki gyászol valakit. Olyan ez, mint a végítélet. Nincs olyan család a faluban, amelyikből ne halt meg volna valaki. Aki meg túlélte, nem tudja most mi lesz, mit tegyen, mondja az egyik túlélő. A halottak és sebesültek száma továbbra is óráról órára nő, ahogy a mentőcsapatok tárják fel a romokat. A végső számokat egyelőre becsülni sem lehet, ahogy azt sem, hogy mekkora az anyagi kár. A drónfelvételeken jól látszik, hogy teljes városok pusztultak el, vagy váltak lakhatatlanná. A mentést és a túlélők helyzetét nagyban nehezíti a hideg idő és a rendszeresen fellobbanó tüzek. Éjszaka a hegyes vidékeken 0 fok közelében van a hőmérséklet, sokan tábortüzek körül a szabad ég alatt töltik az éjszakákat. Tömegek táboroznak egykori otthonaik romjai között, és várják a híreket a törtmenék alatt rekedt hozzátartozókról. A házunk teljesen megsemmisült, sok ember még mindig a romok alatt van. Köztük az anyám és a bátyám is a második emeleten voltak egy 6 emeletes társasházban, panaszolt egy túlélő. Az eltört gázvezetékek sok helyen okoztak tüzeket, amelyeket szinte lehetetlen eloltani, hiszen vezetékes vízszolgáltatás sincs a legtöbb helyen. Iszkenderunban 3 napja küzdenek a tűzzel, már a katasztrófa védelem repülőgépeiről próbálják oltani a belváros romjai közt tomboló lángokat.
Sokan panaszkodnak arra is, hogy a mentés lassan halad, és sok helyen nincs elegendő felszerelés. A saját kezünkkel álltunk neki elhordani a romokat, két ember találtunk is, egyiket élve sikerült kimenteni. Tudjuk, hogy ott vannak még ketten, szóltunk, hogy segítsenek, de azt mondták, hogy nincsenek gépeik. Magyaráz egy önkéntes mentő. Vannak, akik már a végsőkig elkeseredettek. Nekem meg a feleségemnek sikerült kiásni magunkat, de a nővérem ott van a romok alatt. Legalább szeretnénk tisztességesen eltemetni, de az állam úgyis csak a gazdagokat segíti. Mondta házai romjain egy adiyamani férfi. Recep Tayyip Erdoğan török elnök a katasztrófa sújtotta területet járja, és igyekszik nyugtatni az embereket, elismerte, hogy az első napokban voltak nehézségek a mentés megszervezésében, de mindenkit arra kért, bízzanak az állami szervekben. A romeltakarításhoz sajnos idő kell, de azt megígérem, hogy egy éven belül minden leomlott ház helyett újat építünk. Fogadkozott az elnök, aki minden károsultnak egyszeri 10 000 lírás, mintegy 200 ezer forintos kifizetést helyezett kilátásba. A szomorú napokban csak az hoz örömet, amikor sikerül valakit élve kimenteni a romok alól, különösen ha gyereket találnak élve. Ezt a kislányt Antakjában találták meg házuk romjai alatt, több mint 72 órával azután, hogy otthona összedőlt a földrengésben. Közben a mentőcsapatok életjelet kaptak a kislány apjától is, aki szintén a romok alatt rekedt, gyermeke után alig 2 órával a férfit is sikerült a felszínre hozni. Erre a kisfiúra is szinte sértetlenül találtak a mentők csütörtök délelőtt. Azonban ahogy telnek a napok, egyre kisebb az esélye hasonló sikerekre. Már több tucatnyi ország küldött segélyszállítmányokat és mentőegységeket a térségbe. A török külügyi tárca pedig bejelentette, hogy a szomszédos Szíria felé határátkelő helyeket nyitnak meg, hogy a segítség könnyebben eljusson oda is. Szíriában is megállás nélkül dolgoznak a mentőcsapatok. Több mint 3 nappal a katasztrófa után ott is találnak még túlélőket a romok alatt. Több ezren azonban életüket vesztették. Vannak olyan települések, ahol tömegsírokba temetik a halottakat, sokan pedig az utcán kénytelenek várni a segítségre. Csütörtökön megérkezett az ENSZ első segélyszállítmánya is. A 6 kamion a török határon keresztül lépett be az országba. Egy kisfiút emelnek ki a romok közül szerdán éjjel a szíriai polgári védelem mentő alakulatai Idlib településen, több mint 2 nappal a pusztító földrengés után. A mentő alakulatoknak hosszas és kimerítő munka után sikerült csak eljutniuk egy kislányhoz, aki napok óta a romok alatt várt segítségre, de nem ezek a gyerekek voltak az egyetlenek. A mentőcsapatok emberfeletti munkájának köszönhetően még mindig találnak túlélőket a leomlott házak alatt. A földrengés rengeteg áldozatot is követelt, több ezren vesztették életüket a tragédiában. Ahogy a felvételeken is látszik, vannak olyan észak-szíriai települések, ahol kénytelenek tömegsírokba temetni a halottakat. A török határ közelében fekvő Aleppóban is folytatódtak a mentőakciók és a helyreállítási munkák. Ez a tartomány a földrengések által leginkább sújtott régiók egyike. A szakemberek folyamatosan próbálják felmérni az épületek állapotát, különösen azok a házak vannak veszélyben, amelyeket a polgárháború során találatok értek. Szíriában nincs elegendő menedékhely, így sokan arra kényszerülnek, hogy a szabad ég alatt töltsék az éjszakát. A fal megrepett és megijedtem, hogy ránk borul. Úgy döntöttem, hogy továbbra is a parkban fogjuk tölteni az éjszakát. Bármilyen hideg is van, vagy esik az eső, de nem akarom, hogy a gyermekeimet maga alá temessék a romok, mondta ez a férfi. A felkelők által uralt Jindires városában sokan a még éppen maradt autóikban, sátrakban vagy tábortüzek körül kerestek menedéket. A földrengés miatt az összes épület összedőlt vagy megsérült, sátrakban alszunk, illetve autókban, ugyanis nincs menedékhelyünk. Minden elpusztult, az összes épület megrongálódott, de köszönetet mondunk Istennek, bármi is következik, mondta egy férfi. Csütörtökön megérkezett az ENSZ első segélyszállítmánya is Szíriába. A 6 kamion a török határon keresztül lépett be az országba. A New York-i székhelyű szervezet szerint jelenleg ez az egyetlen mód, hogy eljuttassák segélyeiket a civileknek.
Ez az első ENSZ segélykonvoj a földrengés óta. Ennek a hat teherautónak már a földrengés előtt meg kellett volna érkeznie, de csak ma lépett be az országba. Orvosi felszereléseket, matracokat és egyéb sátorfelszereléseket szállítanak, mondta a határátkelő szóvivője. Szíria egyébként korábban az ENSZ-hez fordult támogatás reményében. A damaszkuszi kormány nemzetközi elszigeteltsége ugyanis korlátozza azt is, hogy kik és hogyan segíthetnek. Sokan ugyanis nem ismerik el a jelenlegi szíriai kormányzatot, és nem tartanak fenn kapcsolatokat a közel-keleti állammal. Megyünk vissza még egy kicsit Törökországba, ahogy nem sokkal ezelőtt elhangzott, a református szeretetszolgálat is a terepen van. Ők Mardinnál, mindjárt láthatják, ott van, Antakiától több száz kilométerre keletre dolgoznak. Most kapcsoljuk a szervezet operatív vezetőjét, Juhász Mártont. Jó estét kívánok! Önök mit tapasztaltak? Segítsen egy kicsit nekünk elképzelni azokat a körülményeket, amelyek önöket fogadták Mardinba. Jó estét kívánok! Pontosabban Hatályban vagyunk, Hatály központjában. Most a csapat több tagja éppen kutyákkal két kisgyermeket keres, akikről néhány órával ezelőtt még életjeleket hallottak. Lépten nyomon megállítanak minket, kutyákkal vagyunk kint, heten érkeztünk, illetve három kereső kutya. Óriási szükség van a kutyákra, mert nagyon nehezen lehet megtalálni az eltűnt személyeket. Itt már este van, két órával később van, mint odahaza. Besötétedett mindenfelé a nappal szálló por mellé tábortüzek füstje is keveredik. Fellobbannak a tüzek, ahol a segélyszervezetek, a kereső szervezetek munkatársai próbálnak egy picit felmelegedni, hiszen ahogy lemegy a nap, itt már 0 fok vagy az alá süllyed a hőmérséklet, rengeteg munkagép dolgozik így este, éjszaka is a területen, és hát azon vagyunk, hogy minél több élő embert találjunk. Tegnapi nap során két élő embert sikerült kimenteni török katasztrófavédelem munkatársaival közösen kutyáink jelzésére a romok közül. Mai nap sajnos főleg halott embereket találtunk, a kutyák is nagyon ki vannak merülve, illetve hát mentálisan is nagyon megterheli őket is ez az egész napos keresés. Itt a városközpontban apokaliptikus képek fogadnak minket, mindenhol összedőlt épületek, tűzoltók, mentők közlekednek, illetve helikopterekkel próbálják meg eljuttatni a segélyszállítmányokat különböző környékbeli kisebb településekre. Juhász Mártonnak Törökországból nagyon szépen köszönjük. Nem. Kalasnyikovokkal lövöldöztek egymásra a migránsok Szerbiában újra, ezúttal Szabadka mellett a Hajdújárás és Palics közötti erdős részen a magyar határhoz közel. A rendőrség gyorsan kiért, így sikerült megakadályozni a nagyobb összetűzést, de ketten így is megsebesültek. Megrázó felvételek következnek. A töltényhüvelyek még délelőtt is ott hevertek a földön. Nem sokkal távolabb, vértócsákkal volt tele ez az erdős terület Hajdújárás és Palics között. A felvételek annyira megrázóak, hogy azok egy részét kitakartuk. Két migránsbanda csapott össze egymással, az egyik afgán migráns Szerbiában kiállított irata is a földön hevertek. Az M1 úgy tudja, hogy először csak vitatkoztak, de aztán fegyverek is előkerültek. A helyiek szerint Kalasnyikov volt náluk, és az afgán migránsok kezdtek lőni a szírekre. Kalasnyikovokkal, gépfegyverekkel lövöldöztek egymásra. Ez a szabadkai férfi látta a fegyveres leszámolást, ő szólt a rendőröknek is. Azon nyomban jelentettük a hatóságoknak, ugye, hogy intézkedjenek, mert nem vagyunk biztonságban. A rendőrség gyorsan kiért, de akkorra már két komoly sebesültje is volt a fegyveres leszámolásnak. Komoly sérülések voltak biztos, mert nagyon sok vér van az úton is mindenfelé. A hatóságok szerint egy 20 fős afgán csoport támadta meg a szíriai migránsokból álló bandát. A leszámolásban egy szír migráns életveszélyesen megsérült, őt az Újvidéki Klinikai Központba szállították.
A másik sérültet Szabadkán látták el. A lövöldözésben résztvevő migránsok egy részét ide a szabadkai befogadó központba szállították, azonban az illegális bevándorlók valószínűleg itt sem maradnak túl sokáig, ugyanis folyamatosan érkeznek értük a taxik, akik visszaszállítják őket a szerb-magyar határ szakasz közelébe, ahol feltehetően ismét embercsempészek segítségével próbálnak meg majd átjutni az unió területére. Legutóbb Zomborban lövöldöztek a migránsok egy hónapja. A leszámolásban akkor egy migráns meghalt. De Horgos központjában is ropogtak a fegyverek néhány hónapja, erről hangfelvétel is készült. Szabadkán pedig 7 migráns sérült meg a migránsbandák egyik legelső leszámolásában. Az embercsempészeknek és a migránsoknak is vannak fegyvereik, ezekhez főleg a fekete piacon jutnak hozzá. Úgy tudni, hogy Szerbia határmenti területét a csempészbandák gyakorlatilag felosztották egymás között. Egy afgán férfi az M1-nek arról beszélt, hogy egy összefüggő embercsempész hálózat uralja a balkáni országokat. A hálózat ügynökei pedig, ahogy fogalmazott, már minden országban ott vannak. We have agency in Afghanistan. Afganisztánból indítanak el az ügynökök minket, mindenhol ott vannak az ügynökök, itt is, Franciaországban is, és még számos országban vannak emberek, akik megmondják, hogy merre menjünk, vallotta ez a migráns. A Vajdaság északi települései évek óta tele vannak migránsokkal, 2015, vagyis a nagy migrációs válság óta. A helyiek félnek, sokan a falvakból a nagyobb városokba költöznek, mert azt mondják, ott jobb a közbiztonság. A fegyveres migránsbandák leszámolása pedig szakértők szerint csak tovább ront a helyzeten. Kétnapos uniós csúcs kezdődött Brüsszelben, ahol a migráció az egyik kiemelt téma. Az elmúlt időszakban ugyanis változást lehetett tapasztalni a nyugati politikusok bevándorlással kapcsolatos nyilatkozataiban. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben az M1-nek azt mondta, az EU-nak kutya kötelessége támogatni a tagállamok ebbéli erőfeszítéseit. A háromnapos Sopronban falvi kormányülés után jószerivel azonnal a brüsszeli EU csúcsra indult Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel. A kormányfő Facebook posztjában korábban azt írta, megvédjük Magyarországot. Az uniós csúcson három fő téma került terítékre, az ukrajnai háború, az unió versenyképessége és az illegális migráció. Ez utóbbi ellen egyre több tagország emeli fel a hangját. Nagy gondjaink vannak, az illegális migráció ismét erősödik. Ennek megállítására intézkedésekre van szükség. Olyanokra, amelyek valóban működnek. A mai csúcs találkozón konkrét döntéseket szorgalmazunk. Bulgáriának például jól irányzott segítségre és pénzre van szüksége, hogy ténylegesen hatékony határellenőrzést tudjon megvalósítani. Ausztria pedig ezt támogatja. Egy dolog nagyon fontos, meg kell húzni a menekültügyi féket, és itt a pillanat a konkrét intézkedések megtételére, mondta az osztrák kancellár, aki a határkerítések megépítése és annak uniós finanszírozása mellett is hangosan érvelt. Azonban nem mindenki látja ilyen drámaian a helyzetet. Kerítésekbe és falakba fektetni nem a legjobb ötlet, és főleg, ha egyszer elkezdi az ember, ki tudja, hol lesz vége a kerítésépítésnek. Nem csinálhatunk erődöt Európából, képesek vagyunk arra, hogy kerítések nélkül is megvédjük magunkat, mondta Xavier Bettel, luxemburgi miniszterelnök. Pedig az Európai Unió a 2015-16-os nagy migránsválság óta a legnagyobb ilyen jellegű problémával küzd. Az uniós határőrizeti szerv a Frontex adatai szerint tavaly elérte a 330 ezret az illegális határátlépések száma. Bár a határkerítések még mindig tabunak számítanak Brüsszelben, mégis úgy tűnik, hogy változik az európai országok egy részének véleménye a kérdésben, és egyre többen vannak a migráció ellenes táborban, mondta az M1-nek a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben. Most van arra esély, hogy végre az Európai Uniós következtetések, tehát tanácsi következtetések szövegében megjelenik a fizikai határvédelem fontossága, a fizikai eszközökkel történő határvédelem fontossága, felmerül komolyan ennek uniós finanszírozása. Ezek mind olyan ügyek, amelyeket Magyarország évek óta szorgalmaz, tehát hogy egyrészt kerítéseket kell építeni, külső hotspotokat kell építeni, és ezeket a költségeket nem a tagállamoknak kell viselniük, hanem az Európai Uniónak igenis kutya kötelessége támogatni a tagállamok ebbéli előfizetéseit. Brüsszelnek is meg kell fizetnie a határkerítés árát, ez derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. Azt írják, a magyarok 4/5, de még a baloldali választók közel 2/3 szerint is hozzá kellene járulnia az Európai Uniónak a határvédelem költségeihez. A felmérésből az is kiolvasható, hogy a kérdés megítélésében a fiatalok és a budapestiek közel 3/4 is a kormány álláspontját osztja.
Orbán Viktor miniszterelnök nem sokkal ezelőtt a közösségi oldalára feltöltött videóban foglalta össze az uniós csúcs első napján történteket. Itt vagyunk Brüsszelben, a rendkívüli uniós csúcson meghallgattuk Ukrajna elnökét. Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségét nyújtottuk az elmúlt évben Ukrajnának. Több mint 1 millió menekültet engedtünk át a határainkon, akik Ukrajnából érkeztek. Meghallgatva az ukrán elnököt, nyilvánvaló, hogy ez a háború elhúzódik, nem számolhatunk azzal, hogy hamarosan véget ér. Miután elhúzódik, mi magyarok továbbra is segíteni fogjuk humanitárius eszközökkel az ukránokat, de fegyvereket továbbra sem szállítunk. A magyar érdek továbbra is a minél gyorsabb tűzszünet, béketárgyalások és egy tartós békét eredményező rendezés. Életet menteni csak békével és tűzszünettel lehet. Mi magyarok továbbra is a béke pártján állunk. Ahogy láthatták, az ukrán elnök is meghívást kapott az uniós csúcs találkozóra. Volodymyr Zelenszky az Európai Parlament brüsszeli üléstermében úgy fogalmazott, Ukrajna győzni fog és az Európai Unió tagállama lesz. Zelenszky korábban Párizsban és Londonban is járt. Modern harci gépeket próbált szerezni az ukrán légierő számára, de egyelőre csak ígéreteket kapott. A Politico úgy tudja, hogy jelenléte az EU csúcson szimbolikus volt, konkrét lépésekről nem tárgyaltak vele az uniós vezetők. Volodymyr Zelenszky! Tapssal üdvözölték Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt az Európai Parlament brüsszeli üléstermében. A törvényhozás elnöke érzelemittas beszédben köszöntötte az államfőt. Az ukrán elnök felszólalásában kijelentette, Ukrajna meg fogja nyerni a háborút, és az Európai Unió tagállama lesz. Az Európai Unió története során először nyújtott ilyen jelentős katonai segélyt, és tudtommal először fordul elő a történelemben, hogy egy totális háborút éppen aktívan vívó ország pozitív belpolitikai reformokat hajt végre. Mi alatt harcolunk, fejlesztjük intézményrendszerünket, közeledünk az EU-hoz, Ukrajna győzni fog, és az Európai Unió tagja lesz, mondta Volodymyr Zelenszky. Az államfő ezt követően részt vett az uniós állam és kormányfők csúcs találkozóján. A brüsszeli Politico szerint ugyanakkor Volodymyr Zelenszky jelenléte csupán szimbolikus volt, konkrét lépésekről nem tárgyaltak vele az uniós vezetők. Magyarország továbbra is humanitárius és pénzügyi támogatást nyújt Ukrajna számára, közölte Orbán Viktor Twitter üzenetében. Az uniós csúcs találkozón résztvevő miniszterelnök azt írta, támogatjuk az azonnali tűzszünetet a további emberek halálának elkerülése érdekében. Magyarország a béketáborhoz tartozik. Orbán Viktor miniszterelnök az EU csúcs helyszínén a görög, a horvát, a szlovén miniszterelnök, az osztrák kancellár, valamint a bolgár és a ciprusi államfő társaságában külön találkozón is részt vett Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Az ukrán elnök azzal a feltett szándékkal indult európai körútjára, hogy újabb hadipari segélyeket kilincseljen a tagállamoknál. Miután az előző hetekben több száz tankot ajánlottak fel Ukrajnának, most harci repülők szállítását szeretné elérni. Ezért is látogatott a brüsszeli útja előtt Londonba és Párizsba. Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár Párizsban ült tárgyalóasztalhoz az ukrán államfővel, aki végül harci repülők helyett csak ígéreteket kapott. Ukrajna számíthat Franciaországra és európai partnereire ebben a küzdelemben. Oroszország nem győzhet. Amíg támad, szükséges számunkra is folytatni a támogatást, hogy biztosítsuk Ukrajna jövőjét. Ahogy a közelmúltban, úgy a jövőben is folytatjuk az újabb felszerelések szállítását, fogalmazott Emmanuel Macron. A német kancellár is tartózkodott a konkrét kötelezettségvállalástól. Komoly pénzügyi, humanitárius és hadipari segítséget nyújtottunk Ukrajnának, úgy nehéz fegyverek, mint légvédelmi rendszerek, és újabban tankok formájában. És ezt folytatni is fogjuk, ameddig szükséges, fogalmazott a berlini kancellár. A brit miniszterelnök még szerdán fogadta Volodymyr Zelenszkyt. Rishi Sunak bár nem zárja ki, hogy a kormány vadászgépeket küldjön Ukrajnának, azt is leszögezte. Ehhez először olyan pilóták kellenek, akik kezelni is tudják a fejlett harci repülőket. Kiképzésük azonban hosszú időt vesz igénybe, és csak utána lehet beszélni a további lépésekről.
Magyarország továbbra is békepárti, és a jövőben is az marad, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely a magyar álláspontot ismertetve úgy fogalmazott, idézem, elítéltük az orosz agressziót és anyagilag támogattuk Ukrajnát, humanitárius segítséget nyújtottunk, menekülteket fogadtunk be. Gulyás Gergely kiemelte, a magyar álláspont annyiban egyedi, hogy fegyvereket nem küldünk, mert ezt csak Kárpátalján keresztül lehetne megtenni. A konfliktus kiszélesedése ma a legnagyobb veszély. Mindenkinek az érdeke, hogy kerüljük el azt, hogy egy világháborúvá szélesedjen a jelenlegi orosz agresszióból következő háborús helyzet. Úgyhogy Magyarország továbbra is békepárti, és a jövőben is az marad. A tűzszünetet és béketárgyalásokat fogjuk szorgalmazni minden fórumon. Távoznak a miniszterek és az állami vezetők az alapítványi fenntartású egyetemek kuratóriumaiból, erről is Gulyás Gergely beszélt ma délelőtt. A miniszter leszögezte, Brüsszel ezzel kapcsolatos követeléseit jogalap nélkülinek tartja a kormány, de teljesíti, hogy mielőbb meg tudjon állapodni az uniós pénzekről. A kormány tavaly szeptemberben állapodott meg Brüsszellel, hogy 17 intézkedést hajt végre a kondicionalitási eljárás lezárásához, ami kaput nyit a helyreállítási, illetve a kohéziós forrásokhoz. Mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk, és amiben megegyeztünk. Azóta persze már van 18. igény is, de arról is megegyeztünk, hogy azt is teljesíteni fogjuk. December végére elfogytak az új brüsszeli feltételek, a helyreállítási terv után a kohéziós források felhasználásáról szóló megállapodást is elfogadta az Európai Bizottság. Akkor úgy tűnt, hogy ezzel minden akadály elhárult az EU-s támogatások Magyarországra érkezése elől. De nem sokkal később Brüsszel pénz helyett ismét egy feltétellel állt elő, amikor az Európai Bizottság közölte, a 2024-től induló Erasmus programból kizárná azoknak a magyarországi felsőoktatási intézményeknek a hallgatóit, amelyek alapítványi fenntartásúak és kuratóriumában aktív politikusok vannak. Sokan már akkor brüsszeli kettős mércéről beszéltek, ugyanis Európa több egyetemén a fenntartó alapítványok kuratóriumaiban aktív politikusok is dolgoznak. Így van ez például Németországban, Belgiumban, Franciaországban és Ausztriában is. A mai tárgyaláson az első dolog volt, amivel megállapodtunk, hogy nem fenyegeti veszély az Erasmus Plus program további folytatását. Január végén közölte Navracsics Tibor, hogy megállapodtak Brüsszelben, és az alapítványi fenntartású egyetemek hallgatói sem maradnak ki az Erasmus programokból. A miniszter azt mondta, az Európai Bizottság elvárásait a kormány teljesíteni fogja. Tehát ez egy abszurd zsarolás az, amiről szó van, de tegyük félre, itt nyilván fontosabb a diákok érdeke. Brüsszel kérésének nem volt jogalapja, viszont a kormány kész az észszerű kompromisszumokra olyan kérdésekben, amelyek nem sértik Magyarország érdekeit, mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter bejelentette, február 15-től 6 miniszter nem folytatja tevékenységét az egyetemi alapítványok kuratóriumaiban. Szeretnénk mielőbbi megállapodásra jutni Brüsszellel. A magyar kormány eddig is kész volt arra, hogy észszerű kompromisszumokat kössön. Észszerű kompromisszumok alatt értve hogy azt, hogy azokat a kéréseket is támogattuk, amelyeknek ugyan jogalapja nem volt. Gulyás Gergely leszögezte, elvárják, hogy az egyetemi közalapítványokban ne maradjanak miniszterek és állami vezetők, és ha kell, a kormány azon is kész változtatni, hogy a kuratóriumi tagok megbízatása ne élethosszig, hanem meghatározott ideig tartson. A kormány a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is teljesíti azt, amit korábban a munkavállalóknak és a nyugdíjasoknak ígért. Erről is a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt. Gulyás Gergely azt mondta, az idei fő célok között van az egyszámjegyű infláció és a 1,5%-os gazdasági növekedés elérése. Sokan már tegnap készhez kapták a Magyar Postától a 13. havi nyugdíjat. Kell egy kiló liszt nekem. A dupla összeg nagy segítséget jelent az időseknek. A Kaposvánon élő Bank Jánosné már azt is tudja, mire költi a plusz forintokat. Meg szoktuk vásárolni az évi tüzelőnket, és ami marad, azt az unokákra ráköltjük, meg hát ami kell a családba. Mindegyik gyereknek segítünk egy kicsit. A juttatás mintegy 2,4 millió nyugdíjast érint. A februári járandóságok teljes összege meghaladja a 935 milliárd forintot. Az elmúlt évben nem csak a nyugdíjak, a minimálbér és a garantált bérminimum is jelentősen emelkedett.
mindig a jobboldali kormányok alatt növekedtek jelentősen a minimálbérek. 2010 és 2023 között több mint a háromszorosára nőtt a minimálbér összege. Erről a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára beszélt az M1-en. A minimálbér, ami ugye hangsúlyosabb szerepet kap, az 220 ezer embert érint Magyarországon nagyjából. Ugye most 4 millió 700 ezer ember dolgozik, ugye ehhez képest ez az arány kevesebb, mint 5%. A garantált bérminimum ennél már jelentősebb, ott 740 ezer ember az, akit érint ez. A KSH adatai szerint 2010 után a minimálbér mellett a garantált bérminimum is jelentős mértékben növekedett, míg az előbbi 73.500 forintról 232.000 forintra nőtt, utóbbi 89.500 forintról 296.400 forintra emelkedett. Mind a nyugdíjasoknak teljesítettük az ígéretünket, mind pedig a munkavállalók az átlagos béremelkedés meghaladta még az egyébként magas inflációt is. Az Európát sújtó gazdasági válság, az elmúlt évi magas infláció és a háborúra adott szankciós válaszok ellenére is teljesíteni tudta Magyarország a nyugdíjasoknak és a munkavállalóknak korábban tett ígéretét, emlékeztetett a miniszterelnökséget vezető miniszter. Jó néhány százalékkal magasabb volt a reálbéremelkedés az országos átlagban, mint amennyi az infláció volt. Folyósítjuk az inflációval megemelt 13. havi nyugdíjat, ezeknek a folyósítása rendben zajlik. Az eltérő válságkezelési módszerekre szeretném felhívni a figyelmet. Amikor legutóbb 2008-9-ben gazdasági válság volt, akkor a Gyurcsány Bajnai kormány elvette a 13. havi nyugdíjat, mi pedig ekkor visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Gulyás Gergely az idei évre kitűzött legfontosabb célok egyikének azt nevezte, hogy az év végére egy számjegyűre csökkenjen az infláció. Azt pedig reálisnak nevezte, hogy a magyar gazdaság idén 1,5%-os bővülést érjen el. Speciális ipari zóna jön létre az üzbék főváros mellett, kifejezetten a magyar vállalatok igényeire szabva, jelentette be a külügyminiszter Taskentben. Szijjártó Péter azt mondta, amióta az OTP első külföldi bankként megjelent Üzbegisztánban, 8 magyar vállalat jelezte beruházási szándékát. Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság, a nukleáris ipar, a gyógyszergyártás, az egészségügyi eszközök gyártása és az építőipar területéről. Hozzátette, erre tekintettel egyeztek meg a különleges magyar ipari zóna létrehozásáról. Kifejezetten a magyar vállalatok igényére lesz szabva, és a magyar vállalatok speciális jogállással hajthatják majd itt végre a beruházásaikat. Ugye a magyar gazdaság jövőbeni növekedésének egyik fontos eleme az, hogy a magyar vállalatok mennyire tudnak majd külföldön beruházásokat végrehajtani, a külföldön megtermelt profitot pedig hogyan tudják visszaforgatni a magyar gazdaság növekedésébe. Kiásták az északi alagutat Sopronnál az M85-ös autóúton. Két irányból végezték a fejtési munkálatokat, ezek értek össze most. A déli alagút kiásásával már korábban végeztek. Ha elkészül, ez lesz itthon a harmadik leghosszabb alagútpár. A munkák befejezése 2024 végére várható. Az M85-ös Sopront köti össze az országos gyorsforgalmi úthálózattal. Hosszú hónapok után csütörtökön ért össze a két irányból zajló fejtés az M85-ös gyorsforgalmi út Sopronhoz közeli északi alagútjában. Ha elkészül, ez lesz Magyarország harmadik leghosszabb alagútpárja, a Sopront az országos gyorsforgalmi úthálózattal összekötő M85-ös részeként. Sopron számára számos lehetőséget hoz el, gazdaságfejlesztés tekintetében, turizmus vonatkozásában és a közlekedés infrastruktúra és közlekedés biztonság tekintetében is. Nagy dolog ez. Az alagút áttörést a hagyományoknak megfelelően egy csokorvirággal ünnepelte meg a kivitelező és a beruházó. A 780 méter hosszú, kétszer kétsávos alagút déli ágán tavaly júliusban fejeződtek be a fejtési munkálatok. Az északiban ugyanakkor a keményebb kőzet, a bonyolultabb geológiai szerkezet miatt lassabban haladtak. 138 ezer köbméter anyagot kellett kitermelni, majd 1700 tonna acélt és 38 ezer köbméter betont építettek be. A gyorsforgalmi útszakasz az elmúlt évtized legnagyobb beruházása a térségben. Jövő évben pedig jön a valós útépítés vízépítésével együtt, a biztonsági berendezések, gépészet, forgalomtechnika, minden, ami egy alagúthoz hozzátartozik. És el fogunk jutni a jövő év végén oda, hogy már a hatóságok bevonásával egy több hónapon keresztüli, de tesztüzemet sikerül majd megtartani. Az alagutat várhatóan 2024 végére adják át a forgalomnak.
Közben már aszfaltozzák a Sopron északnyugati elkerülő utat is, és jól áll a hídszerkezetek építése is. Népesedés politikai vitát kezdeményez a Mi Hazánk mozgalom. A pártelnök helyettese szerint radikális beavatkozásra van szükség, mind a családpolitikában, mind pedig az egészségpolitikában. A Mi Hazánk mozgalom azt javasolja, hogy a nyugdíjakhoz hasonlóan legyen infláció követő, mindaz a családtámogatás, amely munkaviszonyhoz kötött. A Momentum az árstoppok eltörlését sürgeti, de a párt erről határozati javaslatot is benyújtott a parlamentnek. Bedő Dávid szerint belpolitikai okai vannak az árstopp inflációnak. A hatósági árak átgondolatlan alkalmazása olyan beavatkozás jelent a piaci folyamatokban, melyek súlyos károkat okoznak a gazdaságban. E károk messze felülmúlják az árstoppok pillanatnyi előnyeit. Félreértések és álhírek borzolják a kedélyeket a debreceni akkumulátorgyárral kapcsolatban. Erről is beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely leszögezte, az üzem csak a legszigorúbb szabályok betartása mellett működhet. Az ellenzéki pártok hetek óta politikai ügyként kezelik az ilyen beruházásokat. Erre az aljas tervre azonban a teljes ellenzék határozottan megállt parancsol. Több milliárd forintos iparűzési adótól esne el Dunaújváros, panaszkodott a teljes baloldali vezérkar közös sajtótájékoztatón még 2 éve. Karácsony Gergely, Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc is amiatt tiltakozott, hogy a kormány egy előterjesztésében különleges gazdasági övezetet tervezett Iváncsa és Rácalmás közigazgatási területén, adony és kulcs bevonásával. De a balliberális Telex is aggódott. A lap akkor azt írta, az igazán komoly iparűzési adót minden bizonnyal az iváncsai akkumulátorgyár fogja befizetni. A Népszava pedig azért cikkezett, hogy egy fillért se kap majd az ellenzéki vezetésű város a pénzéből megvett ipari parkban épülő akkumulátorgyár adójából. Magyarországból akkumulátorgyártó nagyhatalmat akarnak csinálni. Az utóbbi hetekben szintén a magyarországi akkumulátorgyáraktól hangos a sajtó. Csak most a baloldal és több hozzájuk köthető civil szervezet is már nem a korábban remélt pénzekért kampányol, hanem teljesen elutasítja az ilyen beruházásokat, így a 9000 munkahelyet teremtő 3000 milliárd forintos debrecenit is. A profit nem előzheti meg sem az embert, sem pedig a természetet. Az LMP csütörtökön azt közölte, népszavazást kezdeményeznek, hogy csak a lakosság hozzájárulásával épülhessenek ilyen gyárak. Magyarország a saját méretéhez képest már jelen pillanatban is bőven elegendő akkumulátorgyárral rendelkezik, a külföldi igényeket pedig a magyar vízkincs kárára kiszolgálni nagyjából ugyanannyira zöld, mint amennyire nemzeti. Semennyire. A párbeszédből a DK-ba ejtőernyőzött Kocsis Czeke Olivió, a Gyurcsány párt környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó árnyék kormánybiztosa pedig a debreceni beruházás azonnali leállítását követelte, de támadta a már meglévő hazai gyárakat és az ott létrehozott munkahelyeket is vizsgálná. Független szakértők segítségével felül kell vizsgálni az összes, már működő, majd jelenleg építés alatt álló akkumulátorgyárat, környezetvédelmi, vízügyi, munkaerőpiaci szempontból. A napot a baloldal újabb utcai tiltakozással zárta Debrecenben az LMP szervezésében. Úgy látjuk, hogy számtalan félreértés és álhír hangzott el az elmúlt hónapokban a beruházással kapcsolatosan. A debreceni akkumulátorgyárnak valóban jelentős a vízigénye, azt azonban 70%-ban szennyvízből is ki lehet elégíteni, reagálta a beruházást firtató újságírói kérdésekre Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón közölte, az üzemekért nagy a nemzetközi verseny, és külföldi érdek, hogy ezek ne Magyarországon épüljenek fel. Ugyanakkor jelezte, a kormány elvárása a legszigorúbb környezetvédelmi előírások betartása, ami az állami támogatás előfeltétele. A debreceni akkumulátorgyárat csak akkor szabad megépíteni, hogyha a gyár a legszigorúbb környezetvédelmi szabályokat betartja, ugyanúgy, ahogy egyébként Németországban, ahol ugyanennek a cégnek ugyanilyen gyára működik. Ez az állami támogatásnak az előfeltétele is, tehát az állami támogatás is csak és kizárólag azoknak jár, akik a legszigorúbb szabályokat betartják. Gulyás Gergely azt is mondta, Debrecenben nem lesz különleges gazdasági övezet, mert a város jóval nagyobb település, mint Iváncsa vagy Göd, ahol korábban létesült már ilyen üzem.
A kúria egyelőre még csak ideiglenesen megtiltotta az úgynevezett légiutas adó alkalmazását a 18. kerületi önkormányzatnak. A DK-s Szaniszló Sándor vezette önkormányzat a Liszt-Ferenc repülőtér utasaitól akart pénzt beszedni. A testületi határozatot a fővárosi kormányhivatal támadta meg a kúriánál. A légiutas adót a kormányhivatal mellett iparági szakértők és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is jogsértőnek tartja. 2022. május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választáson egyéniben győztes képviselők. Beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkba Tordai Bencét hívtuk a Párbeszéd képviseletében, ő azonban nem érkezett meg a stúdióba. Két kisgyerek meghalt, hatan pedig megsérültek, amikor busz hajtott egy napközis óvoda épületébe a kanadai Montreal elővárosában. A rendőrség szerint a buszvezető szándékosan hajthatott az épületbe, de az indítékot még nem tudják. Szemtanúk szerint a sofőr az ütközés után kiszállt, levetkőzött és ordítozni kezdett, vagyis láthatóan zavart állapotban volt. Zokogó szülők és szirénázó rohamkocsik a csendes kanadai elővárosban. Szörnyű tragédiához riasztották a hatóságokat szerda reggel. A szülők, ahogy most is, éppen bölcsödébe vitték a gyerekeiket, amikor egy autóbusz egyenesen belehajtott az óvodába. A párom hívott reggel, hogy a szeme láttára egy iskolabusz rohant a napközi épületébe, mesélte megrendülten egy szülő. A baleset következtében két kisgyermek a helyszínen életét vesztette. Hat másik pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. A jármű kihajtott a buszfordulóból és az óvoda parkolóján keresztül átvágva hajtott bele az épületbe. A baleset után a sofőr láthatóan zavart állapotban volt, ordítva szállt ki a buszból és ledobálta magáról a ruháit. Ekkor három szülőnek sikerült a földre tepernie. Az 51 éves férfit a kiérkező rendőrök őrizetbe vették. Gondatlan vezetés és emberölés vádjával indítanak eljárást ellene. Laval polgármestere a helyszínen azt mondta, hogy a gyanúsított büntetlen előéletű, de az indítéka egyelőre ismeretlen. A kanadai parlament alsóháza egy perc néma csenddel emlékezett a tragédia áldozataira. Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök részvétét fejezte ki a családoknak, köszönetet mondott a hatóságoknak és a mentőegységeknek. A rendőrség további részleteket egyelőre nem árult el az esetről, de átfogó vizsgálatot ígért. Azt is vizsgálják, hogy a gyanúsított szándékosan vagy véletlenül okozta-e a balesetet, illetve hogy van-e bármilyen köze az esetnek az intézményhez. 13 egykori vezető beosztású rendőrtisztet ítélt el első fokon a fővárosi törvényszék katonai tanácsa a Vizovicki ügyben. 6 és 11 év közötti fegyházbüntetéseket kaptak a terhükre rótt korrupciós bűncselekményekért. A vád szerint a diszkópápaként ismert vendéglátóhely tulajdonos Vizovicki László fizette le őket, hogy megvédjék a szórakozó helyeit a hatósági ellenőrzésektől, ami 2010-ig sikerült is nekik. 4 napon át 200 kiállító várja a látogatókat a FEHOVÁN, vagyis a Nemzetközi Fegyver, Horgász és Vadász kiállításon, amely ma délelőtt nyílt meg Budapesten. Az agrárminiszter arról beszélt, Magyarország vadállománya természeti kincs, amit felelősségünk megőrizni. Megtelt a budapesti Hung Expo csütörtök délelőtt. Rengetegen voltak kíváncsiak a Kárpát-medence legnagyobb horgász, vadász és fegyver kiállítására. 4 napon át csak nem 200 kiállító várja a vendégeket. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes megnyitó beszédében a világ legjobbjának nevezte a magyar vadászati törvényt. Nem úgy írtuk a vadászati törvényt, hogy én is mondjuk a Agrárminisztérium illetékes államtitkári összeültük és írtunk egy kitűnő fegyvertörvényt, hanem úgy történt, hogy kétszer is megkérdeztük a vadászatra jogosultakat, különös tekintettel a hivatásos vadászokra, hogy ők mit gondolnak, és a magyar társadalom, vadásztársadalom visszajelzései alapján készítettük el az Agrárminisztériummal együtt a kodifikációt. Bedobom ezt, nézzétek! A kiállítás a vadászat és a horgászat mellett az ország élővilágára is fel akarja hívni a figyelmet. Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy Magyarország vadállománya és természeti nemzeti kincs, amit kötelességünk megőrizni a következő generációk számára. Mi, akik itt vagyunk ezen a kiállításon, jól tudjuk, hogy a biológiai sokféleség az emberi élethez elengedhetetlen ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújt.
de sokat kell tennünk, hogy minél többen ismerjék fel ezeknek a szolgáltatásoknak a nélkülözhetetlen voltát. A 29. Fehova vasárnapig várja az érdeklődőket a budapesti vásárvárosban. A Híradó most véget ért, de a híradó.hu oldalon újra megnézhetik. Itt az M1-en a Nemzeti Sporthíradó következik a folytatásban. Dedecsik Ferenccel.